Az előző videóban megnéztük, hogyan is működik a tárgy raster opció. A tárgy raster opciónak van egy kis testvére, úgymond kiegészítése, ez a tárgy raster követés. Az állapotsoron a TR követés nyomógomb segítségével lehetséges bekapcsolni. Most kapcsoljuk be ezt a funkciót. Természetesen maga a tárgy raster is legyen bekapcsolva. Ha jobb egér gombot megnyomjuk a gombon, és a beállítások menüpontra klikkelünk, akkor bejön a már megismert rajzbeállítások párbeszéd ablak, azon belül is a tárgyraster. Maga a tárgyraster ugye az F3-mal van bekapcsolva, itt láthatjuk a tárgyraster módokat, azokat a pontokat, nevezetes pontokat, amelyeket az AutoCAD keres a modelltérbe, és itt mellette lehet bekapcsolni magát a tárgyraster követést az F11 funkció billentyűvel. A tooltippen láthatjuk a tárgyraster követés rövid leírását is. A tárgyraster követés segítségével az egérmutató más rajzobjektumok raszterpontjai által meghatározott igazítási útvonalak mentén is képes mozogni, azaz pontokat, meccéspontokat fölvenni, és ennek segítségével új rajzobjektumokat létrehozni. Nagyon hasznos a szerkesztés közben ennek az opciónak a működése, de az AutoCAD-ben még nem gyakorlott felhasználók számára egy kicsit nehézkes lehet a használata. Nézzük meg, hogyan is működik ez a funkció. F11, ugye ezzel lehet be és kikapcsolni. Most bekapcsoltuk a tárgyraster követést, és menjünk bele a vonalhúzás rajzparancsba. A feladatunk az, hogy a téglalapunk közepének a koordináta helyes pontját kellene fölkeresnünk. Ugye ezt megtehetjük úgy, hogy fölkeressük a tárgyraszterrel a felezőpontot, húzunk egy egyenest, fölkeressük a tárgyraszterrel a másik oldalának a felezőpontját, húzunk egy egyenest, így, majd ugye a két egyenes meccéspontjából, vagy ez esetben ugye az egyik egyenes felezőpontjából indítjuk el a következő vonalunkat, azaz azt a rajzobjektumot, amit szerettünk volna létrehozni, és miután ezt a szerkesztést elvégeztük, a segédvonalakat vagy szerkesztővonalakat kitöröljük. De hogyan tudnánk ezt megszerkeszteni ilyen szerkesztővonalak nélkül? Ebben segít nekünk a tárgyraszter követés. Megint csak menjünk bele a vonalhúzás parancsba, majd közelítsünk az első oldal felezőpontjára, ne klikkeljünk bele a felezőpontba, húzzuk el a szárkeresztet. Ebben a pillanatban egy pici zöld kereszt látható, ez az úgynevezett jelölő, azaz ezt a rasterpontot követni fogja az AutoCAD. Ha most a szárkeresztet a jelölő közelébe visszük, akkor ezt az útválasztó vonalat rajzolja föl az AutoCAD, amelyen az AutoCAD-ben a szárkereszt segítségével pontokat foghatunk. Ha tovább mozgatjuk a szárkeresztet, akkor függőleges értelemben is ezt a segédvonalat föl fogja rajzolni számunkra az AutoCAD. Ami szép az az, hogy ha a fönti egyenes felezőpontját is megjelöljük, azaz rávisszük erre a tárgyraszter pontra a szárkeresztet, majd lehúzzuk, akkor már két zöld kereszt látható a modelltérbe, és ha mind a két pont közelébe van a mutatónk, akkor ezeknek a rasterpontoknak a meccéspontjában egy új meccéspont jön létre, az a meccéspont, amit előzőleg ugye két rajzelem segítségével szerkesztettünk ki, azt itt most a tárgyraszter segítségével szerkesztettük ki, úgymond ilyen virtuális szerkesztővonalak segítségével. Ha most beleklikkelünk ebbe a meccéspontba, akkor innen tudjuk elindítani az egyenesünket, és már is létrejött az a rajzelem, amit szerettünk volna létrehozni. Természetesen ennél szélesebb körű a felhasználása ennek a tárgyrasztermód követésnek. Megint menjünk bele a vonalrajzolásba, és jelöljük meg ennek az egyenesnek a fenti végpontját a tárgyraszter követésben. Lehúzzuk a szárkeresztet, ott van rajta a zöld kereszt. Látható, hogy vízszintes, a vízszintessel 45 fokot bezárólag is képes tárgyraszter pontot követni a rendszer. Igen, itt a merőleges találja meg, aztán a vízszintest, újra a merőlegest a másik oldalon, és így tovább. Ha egy pontot nem szeretnénk, hogy kövessen a tárgyraszter, akkor rávisszük,
a mutatót, majd lehúzzuk. Ilyenkor eltűnik a zöld kereszt az egyenes végénél. Ha ráviszem, újra követi, ha ráviszem és lehúzom, nagyon fontos, nem klikkelek, csak ráviszem, lehúzom, megjelöltem, ráviszem, lehúzom, levettem. Most megjelölöm ezt a pontot, megjelölöm ezt a pontot, és már is a két pontnak a látszólagos meccés pontját kiszerkeszti nekem az AutoCAD, és így nagyon gyorsan tudok olyan egyenest szerkeszteni, ami olyan magas, mint a fönti egyenesemnek a végpontja, és a téglalapunknak az alja. Így össze tudom kötni ezeket a pontokat, és nagyon könnyedén tudunk szerkeszteni a segítségével. Ugye itt is jó lenne, ha tudnám, hogy milyen hosszú ez az egyenes, hiszen eddig a pontig szeretném húzni, megjelölöm, már is megfogta, és készen is vagyunk. Nagyon fontos kiegészítője ez a funkció a tárgyasztelnek, érdemes megtanulni, kezdő rajzolóknak egy picit nehézkes a logikája, de nagyon könnyen el lehet sajátítani, és utána már enélkül szinte el se tudjuk képzelni a munkánkat az AutoCAD-ben.